A Dorogi Máton Városi Művődési Központ tagintézmény szervezésében rendezték meg városunk főterén a Mesekövet című programsorozat második részét. A rendezvény Püspökladány város önkormányzatának városrehabilitációs programján belül valósulhat meg. A 4 hétig tartó rendezvény által elsősorban az olvasást szeretnék népszerűsíteni a gyerekek körében az intézmény munkatársai. A Hókirálynő meseszínpad előadásában ezúttal a Celeboldi Nyuszi kalandjait tekintették meg az érdeklődők. Itt vagyok, ragyogok! Ha, most elkapom! Itt vagyok, ragyogok! Ha, megvan! Ja. Arra aztán várhatsz, holnapig itt állhatsz! Hogy vinne el a róka, te szemtelen! Ez a pimasz nyúl megkeseríti az életemet, de nem csak az enyémet. Tüskeáj barátom, a sündisztó is panaszkodik rá. Ilyen pimasz nyúl, nincs még egy az erdőben. Rólam beszélsz, Barnabás? Már megint itt vagy, te világátka nyúlfajza. Pardon, nyúl sok van, de Tappancs nevű csak egy, és az én vagyok. Ha hozzám beszélsz, úgy kérlek szólíts a nevemen, az illendőség is így kívánja. Hát te beszélsz illendőségről, aki folyton csúfolkodol? Na, jól van, Tappancs! Parancsolsz! Ha egyszer, elkaplak, Tappancs! A tappancsommal rátappancsolok a tappancsodra, hogy te leszel a legilledelmesebb nyúl a világon! Barnabás, én úgy döntöttem, hogy megváltozom! Éppen itt az ideje! A csúfolkodás helyett ezentúl versírással foglalkozom. Nagyon okos gondolat! Már írtam is egy költeményt, meghallgatod? Hát szívesen meghallgatom. Nos, a vers színe kívánság, itt a tappancs, vagyis én. Derék dolog! Na, akkor kezdem. Barnabás, Barnabás! Ez már jó kezdődik! Ne szakíts félbe! Hozzád szól a költemény, olyan nagy baj ez? Hát az attól függ. Na. Tehát a vers címe kívánság, itt a tappancs, vagyis én. Barnabás, Barnabás! Ó, Barnabás! Na, na, mi lesz már? Jöjjön rád egy nagy rakás, farrakás! Borgon, megállj csak te, rossz fickó! Még hogy farrakás! Már nem szaladok utána, teljesen elfáradtam. Legjobb lesz, ha lepihenek a barlangomba. Miért, hogy dőljön rám? Miért mondani? Már megint sikerült elbánnom ezzel a tenyeres talpas Barnabással. Most már keresek valami más szórakozást itt az erdőben. Például futok egyet. Nem tudsz vigyázni! Nini! Tüskehály! Kedvencem a kacsamáj! Szemtelen! Megszurkálom a tappancsodat! A Hókirálynő meseszínpad társulat 1989-es megalakulásától kezdve igyekszik a klasszikus mesejátékok igényes színpadra állításával a régi színházi hagyományokat ápolni. Ez a törekvés megjelenik a díszletekben, jelmezekben, a zenében és a mesejátékok kiválasztásában is. Szinte minden klasszikus mesét színre vittek az elmúlt évek alatt. Repertoárjukban találhatunk olyan klasszikusokat is, mint a Hamupipőke, Hókirálynő, Piroska és a Farkas és a Kordus és a Királyfi, valamint az előadott Celeboldi Nyuszi kalandjai. Azt mondja, hogy kövér vagyok. Ugye nem is vagyok kövér? Nem. Ugye? Jó. Egy picit talán dundi. Tehát mit csináljak, amikor így ősszel tele van az erdő finomságokkal? Bogyó, meg élet, gyümölcs? Hát nem tudok ennek ellenállni. Azt hiszem, hogy legjobb lesz, ha azon mód megkóstolom azokat a finom kötéket innen Barnabás fájáról. Te szegény tüskehány! Ha lesovánkodtál, még elpusztulsz, hát inkább vegyél egy kis körtét. Hát kedves Barnabás, ne haragudj, hogy a megkérdezésed nélkül akartam megdézsmálni ezeket a finom körtéket, csak hát én úgy fel vagyok háborodva, hogy mindjárt ennem kellett valamit. Mit szólsz? Milyen neveletlen ez a nyúl? Ne is mondd, tüskehály barátom! Engem is teljesen felidegesített. Hát és ez már nem az első eset. Múltkor is éppen ebédeltem cserebogarat áhonyából. Amikor is oda órálkodik ez a tappancsos. Azt mondja nekem, Nini, te készen leszed a cserebogarat?
természetesen? De ő? Milyen disznó vagy, te tüskehány? Elképesztő! Mindjárt fölismert a vérnyomásom! Milyen disznó? Milyen disznó? Hát sündisznó! Csak hát azt mondta, hogy ezen felül is disznó vagyok, mivel hogy kézzel eszem. Fölháborító! Holott, tudnivaló, hogy cserebogarat áfonyában csak is kézzel illik enni, nem pedig evőeszközzel. Pontosan úgy van! Hát még ő tanít engem? Ez a modortalan! A mesekövetre ellátogató iskolásoknak, óvodásoknak kellemes kikapcsolódásban volt részük. A mese jelentősége óriási a gyermekek fejlődése szempontjából. A jó mese nem csak szórakoztat, hanem jóra is tanít. Jó meséikre mindig szükség volt, van és lesz. A mesék nem csak szórakoztatnak, hanem jelentős részben nevelnek is, az életről tanítanak, érzelmi kapaszkodókat nyújtanak és segítik a gyerekek személyiség fejlődését is.